A 2022-es év utolsó ülését tartotta meg a Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás. A 16 település képviselőire három napi rendi pont várt a délelőtt folyamán. Az ülés helyszínéül ezúttal Szakcs település szolgált. Az év zárásául szolgálva Szakcs magára vállalta azt a megtisztelő szerepet, hogy helyet adjon vagy biztosítson ennek az évzáró rendezvénynek. Maga a társulás munkaszervezete és maga a társulás tanács, azt gondolom az év eddigi szakába elvégezte az oroszlán részét a munkának. A mai nap inkább arról szól, hogy együtt legyünk és lezárjuk az évet. A település vezetők nem csak az ülések alkalmával tartják a kapcsolatot a mindennapok folyamán. Viszonylag kis létszámú térségről beszélünk, 16 településből áll. Azt gondolom a szomszéd polgármesterekkel szinte napi kapcsolatban tudunk lenni. Nyilván aki messzebbről érkezik, ővel inkább a testüléseken vagy társulásüléseken találkozunk, és vitatjuk meg az aktuális témákat. Az információ áramlásnak egy jelentős ágya maga a társulás működése, akár pályázati témákban, vagy akár közösen fenntartott intézmények tekintetében minden új hír elsőként a társulási csatornákon keresztül érkezik a település vezetőknek. A Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás ülésének időről időre másik település ad otthont. Lehet látni egymás települése, hogy fejlődik. Vendégül láthatjuk a másikat, aki ugyanezt megtette velünk az előző időszakban. Ez egy kölcsönös és fontos és jó kapcsolat alapja. A 2022-es év utolsó társulási ülésére meghívást kapott a térség országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki megköszönte a polgármestereknek azt a kiemelkedő munkát, amelynek szemmel látható eredményei vannak a térségben. A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetője, Bognár Szilveszter elmondta, a térség közrendje, közbiztonsága rendben van. Köszönetét fejezte ki az önkormányzatoknak az együttműködésért. A Tolna megyei önkormányzat elnöke, Fehérvári Tamás, a sok fejlesztéshez forrás biztosító területi operatív programról mondta el gondolatait az ülés alkalmával. A település vezetők meghatározták és elfogadták a 2023-as év munkatervét Szakcson, ahol egy közös ebéddel zárták az évet.